Miután aláírták, be is terjesztették az idei költségvetés tervezetét, mely több hónapos előkészítő munka eredményét tartalmazza. Mint a büdzsé bemutatásakor elhangzott, 2023-ban a helyi gazdaság jól teljesített, és további gazdasági növekedéssel számolnak az idei évre, így ugyan egy konzervatív és óvatos, de a tavalyi évhez képest már optimistább városi büdzsé született az idei évre. Ez az intézmények működését, közszolgáltatások stabil működését és viszonylag komoly fejlesztési csomagot is tartalmaz. Bízunk benne, hogy ebben az évben már olyan rendkívüli esemény, ami a város gazdaságára, mindennapi életére közvetlenül hat negatív értelemben nem következik be. Erre is fölkészítettük egyébként amennyire lehet az önkormányzati büdzsét, hiszen egy 3 milliárd forintos szabad tartalékot is magába foglal a költségvetés. A költségvetés főszege idén 90,1 milliárd forint, 35,5 milliárd forint Székesfehérvár saját bevétele, ebből a helyi gazdaság által termelt iparűzési adó több mint 26,8 milliárd forint, az építmény adóból pedig 3,7 milliárd befolyt bevétellel számol a város. A 2024-es büdzsében 11,4 milliárdos állami támogatás érkezik működtetésre, ugyanakkor szolidaritási hozzájárulásként 8,1 milliárd. Forintot kell befizessen a város. A költségvetésben 6,5 milliárd forintot számoltak az egészségügyi és szociális ágazat fenntartására, 6,7 milliárdot oktatásra, és a tervezet szerint 5,4 milliárd jut majd a kulturális ágazatnak béremeléseket is tartalmaz az idei tervezet. Az intézményi körön belül ez egy jelentős kafetérő emelkedést fog eredményezni nettó 117 ezer forintról, idejeztendőben nettó 250 ezer forintra fogjuk emelni valamennyi önkormányzati intézmény dolgozó esetében ezt a kafetéria összeget. Emellett bevezetjük a hűségjutalmat a szociális szektor, az óvodák és a bölcsődek mellett a kulturális szektorba, illetve az önkormányzat háttérintézményeibe, ami azt gondolom egy fontos előrelépés, létrehozunk egy olyan tartalékot, amit évközben szeretnénk azokon a területeken dolgozók számára valamilyen módon mondjuk bérkiegészítésként kifizetni, akik nem részesülnek általános állam által jóváhagyott és finanszírozott péremelésben, akár óvodákon, bölcsödéken belül, akár más területeken, például kulturális vagy szociális szektorra gondolhatunk. Én azt gondolom, hogy ez is mindenképpen egy fontos előrelépés. A hivatalban 10%-os béremelést hajtunk végre, és alapvetően az önkormányzati vállalatoknál is minimum 10%-os béremelésre mindenhol sor kerül az idei a tervezett benyújtása kapcsán elhangzott 2025 végéig gázra és áramra is leszerződött a város. Az árak még mindig magasak, de jóval kedvezőbbek, mint a tavalyi évben. A kiadási oldalon újonnan megépült létesítmények üzemeltetési költsége is megjelenik az idei tervezetben, így például az Alba Arena, a Százszor Szép Bölcsöde vagy a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogató Központ fenntartása is szerepel a bücsében, de közösségi közlekedésre is magasabb összeget, mint egy 3 milliárd forint a város. A költségvetés tervezete csütörtöktől nyilvános, és megtekinthető a város honlapján. A közgyűlés február 15-én tárgyal majd a büdzséről.